Karácsonyi cserebere. Ünnep a városban. Take a look at the 5 and 10, glistening once again. Candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. Szervusz, boldog karácsony! Te jó, hogy látlak! The prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Szia, jó reggelt! Hello! Boldog karácsony! Azt hittem, bemész a városba! Úgy van, csak beugrottam, hogy elvigyek pár... Vörös bársulykap kéket! A tesód is szájban kedvencé! A legjobb jutában! Bizonyám! Köszönöm, apa! Nincs. Van még pár karácsonyi dolgom, úgyhogy léptem. Oké. Tessék, Valerie, borsmentes forró csoki és 4 pillecukorka. Minden rendelésre emlékszel, de hadd kérdezzem meg, mi van, ha csak 2 pillecukrot szeretnék? Ó, azt én nem tanácsolnám, a 4 a tökéletes szám. Tudom jól, 16 éves korom óta vezetem ezt a helyet. Őszintén, akkor még csak 6 volt. Idén is készülsz Párizsba? Ó, ne haragudj, bocsáss. Ne, semmi gond. Igen, elmegyek Párizsba. És ne is gyere vissza. Ó, apa, hagyd már ezt. Ez kicsit más lesz idén. Dave bácsikám és én 10 éve mindig ugyanoda jártunk, úgyhogy ez valamiféle hagyomány. Szóval dolgozom a részleteken. Ó, igen, minden más lett nélküle. Erről van szó. Legyen szép napot. Neked is. Köszönöm. Szia, szia. Látom, anya összeszedett. De igazából hogy van? Sokat beszéltünk a bácsikád filmszínházáról. Még mindig el akarja adni? Annyiszor átbeszéltük a dolgot. Szerinte ez a legjobb. Hát, jöjjenek a családi szabályok. Azért igen. Vagyunk, hogy támogassuk. Igen. Madison Filmszínház. Köszönjük a szép emlékeket. Az épület eladó. Karkörzés. Figyelj meg, ezt másképp gyakoroltuk be. Igen, Jen, de ide kell még valami extra. Ha mindig variál, sose készülünk el. Mindig kihúzod a gyufát a nővérednél, ugye? Szerintem kell még valami ebbe a számba. Talán szárnyak? Karácsony az űrben? Tegyünk gömböket a fejetekre, hogy aztán körbe röpdössetek? Hogy Dave bácsi is csatlakozon a buliba? Úgy beszélek, mint Maurice Chevalier. Joie de vivre, hé. Még kitalálok valamit. Tudod, van egy jó ötletem. De még ki kell dolgoznom. Amikor megnyitottam a helyet, tudod, hogy akartam hívni? Hazelwood csópalota. Tudom, hogy fura, aztán anyukád azt mondta, legyen személyesebb. Így lett a neve Madison. Madison nagypapa után. A lényeg, hogy anyukád jól mondta, és én adok az ő szavára. Salt Lake City. Köszöntjük a belvárosban. Kalap kalap hátán. Köszönöm. Ó, elnézést, menjen csak, én tele vagyok. Leteltem ezt ide? Ó, köszi. Ó, ez szép. Ó, Istenem!
Nagyon kellemetlen helyzettől mentettem meg, és maradt $50. Nem szorulok rá, hogy megmentsenek. Macskaszerű reflexeim vannak. Lehet. Azért díjazhatná a segítségemet. Mi van a tokban? Snack. Egy tuba. A fúvósok basztusa. Minden jó, de a fő ereje. Maga játszik rajta? A profi zenész? Nem. Nem vagyok profi zenész. A gimiben játszottam. És nagyon szerettem is. Minden évben idejövök, hogy találkozom a testvéremmel a karácsonyi fúvós koncerten. Elnézést, ezt fel kell vennem. Tessék. Halló, bocsi. Semmi gond. Igen. Várj, mikor történt mindez? Azonnal oda megyek. Már is indulok. Király. Azaz, örülök, hogy találkoztunk. Hát ez jó, ez nagyon jó. Kalapot keresnék. Az ott meg nénikém. Bizony. Ő az. Én voltam a legjobb tubás a Hazelwoodi fúvós zenekarban, úgyhogy lehoztam a padlásról, és szörnyű, gondoltam, beállok. Hogy mennyire nehéz? Nagyon nehéz, amint kiderült, de ahogy a képeteket látom, megérte. És vettem még karácsonyi kalapokat is. Na hát, ez nem semmi, tessék! Nem, kettő épp elég. Te csak fel, ha valaki egy karácsonyi kalapot ad neked, azt fel kell tenni. Átírták a szabályokat, amikor legutóbb olvastam, szó sem volt benne ilyesmiről. Tedd már fel. Ne csináld! De jól nézel ki, jól nézel ki! Biztos szép lesz. Jó, édes, ne lesz. Nem leszek. Ne kukucskálj! Egy kicsit felfrissítettük a dekorációt. Meg kell mondanod őszintén, hogy mi a benyomásod, rendben? Az egyesnél minden rendben. Ez csodás. Tényleg tetszik? Olyan egyszerű, tágas. Nem ez volt a cél. Legyen stílusos, klasszikusan, visszafogott, modern. Hihetetlen. Ugye? Erről beszélt apa. Építsünk közösséget, ahol az emberek összejönnek. Igen. Tessék. Ezt nekem szántam. Anya karácsonyi ajándéka, nézd meg. De még van vele dolgunk. Mi lenne az? Nézd csak meg. Simon, tudod, Dave bácsi ezeket sorban szedte elő a karácsony 12 napja alatt. Leszámítva kettőt, ami elveszett, úgyhogy az aktuális ajándék a hiányzó két figura, az még kell. Értem. Érkezik a konyhából egy kis nasi. Meg Swift, igazán örvendek. Ahogy én is. Elnézést az előétel miatt. Joe, nem tudom, ismered-e a testvéremet, Meget? Ő Joe, a régi új konyhafőnökünk. Már találkoztunk. Szereti a tubát és kicsit esetlen? Szóval Jennifer Huga? Macskaszerű reflexek. Mesélj valamit a versenyről. A helyi újság minden évben kiválaszt 3 éttermet, akiket versenyeztet. A cél a legjobb karácsonyi buli. Tetszik, kiválasztja ki a győztest. Az újság. Mindenki nagy nyilvánosságot kap, és aki nyer a $25,000 díjat jótékonysági célra adományozza. Na hát. A mi esetünkben ez egy élelmiszerbank. Ez jó nagy lépés lenne előre. Valójában szintet lépnénk. Fantasztikus lenne. Igen. Nagyon izgalmas. Ez pedig finom volt. Turbója van benne? Érezted a turbóját? Profi tesztelő vagyok. Jen, nem mondta? Vicceltem. Vicc volt. Csak vicc volt. De jó itt. Tudom. Szeretem Hazelwoodot karácsonykor, de Salt Lake City? Őrületesen jó itt. Igen, valóban. Miért nem maradsz pár napig? Felajánlom neked a világ leghihetetlenebb felfújható ágyát. Reggelre leereszt, mint mindig. Szóval, mész Franciaországba? Igen, Dél bácsi nélkül. Szerettetek kettesben utazni? Úgy szerettem lógni vele a párizsi barátainál, és imádtam, hogy szörnyen beszélt franciául. Bonjour! Vagy merci! Ő volt a király. Úgy érzem, el kell mennem. Igen. De talán maradok egy darabig. Légy őszinte, van egy francia pasid. Hogy hozhatod elő Jean-Louis-t éppen most? Soha nem érezted úgy, hogy lépned kell valamerre?
állandóan. Komolyan? Mi a következő lépés? Dave bácsi azt mondta, a nagy döntéshez idő kell, és az én esetemben ez a távolság. Mm. Mint épp ma, beültem a kocsiba, idejöttem, és úgy éreztem, hogy semmi sem lehetetlen. Bármi jön is most, az nem Hazelwoodban lesz. Bármi is, az rám számíthatsz. Azt jól tudom. Kit látnak szemeim? Szia! Te meg mit csinálsz itt? Utolsó karácsonyi bevásárlás? Általában járok egyet a vásárban, mielőtt beindul az esti tömeg. Nagyon igaz. Nem tartasz velünk? Oké. Igazság szerint Simon és én titkos karácsonyi ajándékot keresünk valakinek. Így most van. Rám célzol? Rám nem, mutattál. Dehogy. Szia! Szia! Később majd gyerünk! Minden jó! Mi lehet egy karácsonyi tapaszt? Képtelenség leírni. Tessék, parancsoljatok! Változó a készlet. Egyetlen dologban lehetsz biztos, hogy ismerik hozzá. Azt hiszem, rozmaringos krumplit kérek, de a zöld bab is jól néz ki. Igazi karácsonyi kocsi, igen. Hello! Mit adhatok nektek? Nehéz dönteni. Nincs kóstolótál? Jaj, dehogy nem. Visszajöttetek. Tegnap is itt jártatok. Igen, így igaz. És tegnap előtt is. Igen, pontosan. Mert annyira jól néz ki. Várjunk, nem úgy értettem, hanem úgy, hogy guszták, amit árulsz. Kérünk egy kóstolótálat. Azaz kettőt? Igen, igen. Köszönjük. Rendben. Te aztán kedves vagy. Nyilvánvalóan. Ez a szupererő. Oké, ma kombináltam az édes krumplis rozmaringos krokettet, és a szószos pulykafalatkákat, meg a fűszeres zöld babot, és jó lett. Nagyon köszönjük. Én köszönöm, a barátodnak is. Uh-huh. És gyertek vissza. Holnap ismét itt vagyok. Számítok is rá. Köszönöm, hogy a szánt segédem voltál. Én nem csináltam semmit, csak álltam ott és nevetgéltem. Ez is nagy segítség. Akkor miért nem maradsz tovább? Komolyan? Igen, maradj, amíg akarsz. Oké, ez igazán jól hangzik, de akkor agykölcsön pár cuccot. Imádom, hogy úgy teszel, mintha kérnél, most is az én pulcsim van rajtad. Csendet! Hidd el, én is maradnék. Segítenék Joe-nak lebonyolítani a partit, de nem akarok csalódást okozni anyáiknak. Az Amber & Sprig igazán olajozottan működik. Megérdemled, hogy élvezd. Ez meg mi? Így már jobb. Igazán? Megy a pulcsithoz. Szóval akkor, segítek anyáiknak eladni a Madisont. Te csak maradj és tedd, amihez kedved van. Örülök, hogy itt vagy. Mi akar ez lenni? Olyan cuki. Tényleg? Az új külsőd, ez vagy te. Tessék, itt van. Igen? Adod anyáiknak, és egyesével nyissák ki. Ez jó ötlet, aranyos. És érdemes még egyszer kinézni a karácsonyi vására, hát ha találsz valamit. Igen. Oké, Simon, vezess óvatosan. Szeretlek benneteket. Én is téged. Én is. Biztonsági öv. Indulj, Simon! Csak ez van, de mutatok valami itt más. Aztán van fagyöngy. Azt hittem visszamész. Igen, de változtak a tervek. Itt maradok még pár napig. Ez mi? Csak veszek a bulira pár magyalt. A magyalnak piros a termése. Ez itt fagyöngy. Ha csak a karácsonyi parti témája, nem a csók, ami nagyon mókásan hangzana. Nem. Az emberek bírják. Én tényleg azt hittem, hogy ez semmi magyar. Gond, tényleg. Komolyan. Mindenki tévedhet a növényekkel. Okay. Egy fenyőgirlandot. Sosem értettem, mi ez az egész fagyöngy izé. Amikor gimis voltam, lett egy nagy szerelmem, Jessie Leach. Elmentem a karácsonyi bulira, és órákig álltam a fagyöngy alatt. Igen. Órákig. Azt a szépen. És vártam. Azóta megnősült, mást vett el, egy másik nőt. Aki elbolondult. Köszönöm szépen. Te világos. Ezt választottad, én is kérek egyet, köszönöm. Szóval a buli, mi a nagy terv? Nyomultam, hogy kiválasszanak minket. Van egy kis pénz erre a célra. A kaja már készen van, a dekoráció, meg... A fotós fülke.
A fotós fülke? Nem gondoltál fotós fülkére? Nem gondoltam rá. A fotós fülke olyan hamis dolog. Nem, főképp nem karácsonykor. Tehát már sok ilyen bulit rendeztél? Jó párat, igen. Meg eljegyzési partikat, lánybúcsúztatót, szóval... Szóval olyan pörgős csaj vagy. Tessék? Bocsi. Mindig úgy látom magam, mint egy baráti segítőkéz, amit azért érthetsz félre, mert magad vagy pörgős. Az is lehet. A fotós fülke remek ötlet. Ugye? Igen. Figyelem! A sütik, a díszek! És megszív! Gyere ide! Gyere ide! A világ legaranyosabb kukucskája. Már Viktóriát is ismered? Igen. Jenniferrel együtt jártak fősulira, én megkoslattam utánok, mint egy kiskutya. Kiderült, hogy ő a legvagányabb. Tavaly kezdtük azt, hogy az ünnepek alatt mindenki ingyen sütit kap a rendeléséhez. Ingyen sütikék? Ki ne szeretné ezt? Ó, nagyon szép. Ez az nagyon jó lett. Rajzolt szépen körül. Na, az igen. Oh, olyan kifinomult van. Azt hiszem, ide még teszek. Oké. Lehetne picit karácsonyosabb. A rénszarvas pulóvert visel. Mert ünnepel. Gondoljunk arra is, hogy legyen süti dekorációs sarok a partin. Igen. Ó, de jó. Nyugi, megállapodtunk, hogy egyszerű lesz. Nagy ügy ez nekünk és az élelmiszerbanknak is. Gyere el önkénteskedni hozzánk. Azt hiszem, neked jobban menne, mint másoknak. Nagyon szívesen, de most a karácsonyi bulira mást... Osztom a lelkesedésedet, de Jennifer és én más terveztünk az igényesek számára. Jó kis fogást, ha? És vonós zenét. Igazán pedáns viktoriánus karácsony. Figyelj, szeretem ezt a helyet, de ha csak a dekorációt nézem, el kéne ide egy kicsi pezsgés. Együtt dolgoztuk ki a tervet. Ne akarjunk többet, mint amennyit bírunk. Ebben a kérdésben meggel értek egyet. Ki van az új ötlet mellett? Oké, rendben. Hogy megy a sorod, mesélj? A család rendben. Remek. A húgom hármas ikreket szül pár hét. Az bizony tripla. És háromszor annyi játék kell. A helyzet az, hogy jelentkeztem egy álommelóra, amit úgyse kapok meg, Major Millerhez. Ahhoz a Millerhez? Igen. Los Angelesben, közel a családomhoz. Úgy tűnhet, hogy itt hagyom a guzmiban a nővéredet. De ő támogatott. Igen, Jen, igen. Mindig jót akar az embereknek. Hé, hasznossá teszem magam, add ezt ide. Köszönöm. Hová vigyem? Tízes, tízes asztal. Világos. Rendben. Már is hozzá. Két. Ezt hová vigyem? A tízeshez. Ó, rendben. Jó estét, uram. Nos, maga nem Jennifer? Nem, valóban nem, de ez az ő pulóvere. Én pedig a húga vagyok meg. A hasonlóság... lenyűgöző. Ó. Oh. Frank vagyok. Üdvözlöm. Biztosan rendszeresen jár ide. Jó, egy ilyen közeli hely. Gondoskodnak rólam. Nagyon erősek Rosmaringban és... Turbójában, igen. Egy étteremben nőttünk fel, és a bácsikám vezette a filmszínházat, úgyhogy az emberek Meg, itt olyanok... ide jönnél? Igen, igen, hát, igen, elnézést. Meg, remélem látom még. Én is, Frank. Nagyon örventem. Kedves fickó. Igen, sokan esznek egyedül, ez jó, csak tudod... Ne, csak barátságos voltam. És bejött, fűszerkedvelő, ahogy én is. Nézd, mint tudod, értesültem az ötleteidről. Engem nagyon-nagyon izgatnak, hidd el. De az egyszerűség érdekében... Én is ugyanígy látom. Zsonglőrmanók, ünnepi karaoke, bócok Mikulás sapkában. Csak vicceltem, ez vicc volt, de nem nevetsz. Ha túlvállaljuk magunkat, nem nyerjük el a díjat és a népszerűséget. Igaz? Azt akarom, hogy az Amber and Sprig szintet lépjen, növekedjen. Igen, ahogy én is, és ahogy a nővérem is, ez világos. Itt többről van szó. Van még időnk a vacsoráig. Eljönnél valahova? Élelmiszerbank. Itt vagyunk. Hát. Hosszú ideje önkénteskedtem itt, amikor a nővéred és az emberei, egy vidám csapat, egyszer csak felbukkantak.
Megismertem őket, aztán az egyik alkalommal megkérdeztem a nővéredet, hogy nem vezethetném-e az éttermet. Váratlanul jelezted neki, hogy ezt szeretnéd? Hát, van egy jó szívim, az az erősségem, bárok, éttermek, klubok. Mindenütt jó munkám volt. És tudtam, hogy az éttermi munka mellett tovább önkénteskedhetek. És olyan sok darászoruló. Szóval... tesszük a dolgunkat. Joe, nem számítottam rád. A hely rendben van. És ez a pulóver? Ó, igen, egymagam vagyok. A száncsengő és az elegáns cipellő. Figyelj! Te biztos Jennifer húga vagy, én pedig Marianne. Meg. Nagyon örvendek. Szóval... kiválasztottak minket az éttermi versenyre, amiről meséltem. És ha nyerünk, 25 ezer dollárt kapunk jótékonysági célra. Tudom, hogy fejlesztenétek. Sajnálom, nem kellene sírni, én csak minden ilyen gesztustól elindul az áradat. Nem baj, engedd csak ki érteni. Jó, de még nem nyertünk. Tudom, de nekem ez olyan sokat jelent. Nézd csak, most készítjük elő a csomagokat az embereknek. De mi inkább zöldségelosztót szeretnénk, ahol az emberek szabadon választhatnak. Ó, ez tetszik. Vannak helyeink, ahova száll. Állítunk. Van egy Santa Barbarában, egy Nashville-ben. Ők ezt boltnak mondják, én inkább szabad vásárlásnak. Ingyen van, és lehet válogatni. Mutasd meg mindent. Ó, igen, gyere velem. Oké, ezt a termet kicsit ki kell pofozni persze, de arra gondoltam, hogy a termékeket ide tehetjük, és a hűtőket pedig ide. Szóval ez itt elég nagy hozzá. Fantasztikus lesz majd. Bízzunk benne, hogy a nyeremény elég lesz rá. 25 ezer dollár önrészsel csomó dolgot megpályázhatunk, például non-profit alapokat is. Sok munka lesz, de megéri. Mindent megteszünk, hogy bekövetkezzen. Köszönöm. Ha elterjesztjük a dolgot, elég publicitást kapunk. És... nem léphetünk túl magunkon. Kis cég vagyunk meg, limitált forrásokkal. Jó, de itt vagyok én. Na is ment. Hey Joe, van egy percet. Meg? Nincs elmentve a telefonszámom, azt hittem be vagyok írva. Nagyon vicces. Mondd, hogy állnak a dolgok? Őszintén, fantasztikusan. Igen? Imádom a várost. Joe elvitt az élelmiszerbankba, és én remekül érzem magam. Marianne igazi tűzgolyó, ugye? Ó, olyan klassz, imádom őt is. Segítek abban, hogy ez a parti bomba jó legyen. Úgyhogy arra gondoltam, mi lenne, ha nem mennék el Hazelwoodba? Szerintem jó ötlet. Nem gondolod, hogy anyáék szomorkodnának, ha itt maradnék még pár napig? Örülnek majd, ha valami újat csinálsz. Egy kis terepere, imádom. Ahogy én is, megmondom Joe-nak, hogy segítesz majd neki, jó? Ne, majd én. Meg tudom oldani. Oké. Rendben. Szeretlek, és hívj, ha bármi közben jön. Ígérem, úgy lesz. Én is szeretlek. Szia. Soha nem adom vissza a kabátodat. Sose volt még olyan, hogy kiveszel egy estét, minden rendben? Igen, csak randim van. De ha szükség van rám... Ne, dehogy. Veled örülök. Élj a lehetőséggel. Köszönöm. Sok szerencsét. Köszi. Szia. Szia! Ez a meghívottak listája a partira? Hát igen, lassan alakul a dolog, de megoldom. Kell egy címlista, és e-mailen kell kiküldeni. Majd megcsinálom. És mi van, ha a dekorációt illetően nagyot álmodunk? Elnézést, kihagytam valamit? Te itt dolgozol? Mondhatném. Az előbb váltottam pár szót Jenniferrel, és... és besegítek a buli szervezésében. Hát... nem akarom beérni egy hosszú girlanddal. Úgyhogy találkozunk reggel, vásároljuk. Pompás. Pompás. Szia! Szia! Itt akartál találkozni? Igen, menjünk be. Oké. Istenem! A nővérem mesélt erről az installációról, de nem gondoltam, hogy ennyire csodás. Igen, minden évben sokan jönnek, hogy megcsodálják. Szerintem fel kell kérnünk a művészt, hogy csináljon egy ilyet a bulira. Jaj, meg én nem... Ne csináld, magad mondtad, hogy hányan csodálják meg. Feldobja majd a bulit, felrázza az embereket, hidd el. Igen, de a tegnapiak után kicsit félek, mit jelent neked az, hogy feldob. Egy jó karácsonyi partin mindig zajlik valami.
Gondolj az esküvőkre. Uh-huh. Csak példaképpen, ahogy a vőlegény táncol az anyjával. Valaki eldob valamit, amit el kell kapni. Torta a képeden. Igen, de egy karácsonyi partin... De hát az ugyanaz. Ha egész idő alatt csak áldogálni kell szép ruhában, én biztos lelépnék. Az olyan középsul is. Nem jártál tánciskolába? Mulatságos volt? Nagyon is. A karácsony azonban egyszerű volt. A szüleim utazgatni szerettek, én meg karácsonykor is szívesen önkénteskedtem. Igen. A nővérem már mesélt ezekről a karitatív dolgokról. Mindig az érdekelt, hogy a dolog mindenkihez szóljon. Mert rajtunk múlik, hogy milyen közösséget építünk. Erről kell szólnia a bulinak. A közösségről. És a nagy ünneplésről. Hogy táncoljanak. Hogy táncoljanak, ha? Igen. Legyen tánc. Tánc. Már nincs túl sok időnk ebédig, és addig még sok dolgunk van. Mást is meg kell oldani, nem csak a girlandokat. Mikulás virágra is szükség lesz. Az a sászmat segít. Jó, de várj csak. Üdvözlöm, Frank. Jó volt az ebéd. Ahogy mindig is. A helyes rutin az egészséges élet titka. És néha jár vele ingyen süti. Van valami terve az ünnepekre? Nincs. Mostanság már nem nagyon. Van egy lányom, de külön ünnepelünk. Alex, hogy ment a randi? Igen, erre én is kíváncsi volnék. Nehéz volt kitalálni, mit vegyél fel, mert én mindig stresszelek. Hova mentetek? Mókás volt. És a srác klassz. És meg is hívtam holnap az önkéntes műszakra, szóval viseljétek türelemmel, anya és apa. Önkénteskednek együtt. Hol? Az élelmiszerbankban, hetente egy alkalommal. Velünk tarthat, ha van kedve. Örömmel. Remek, akkor holnap reggel 8 órakor. Mi pedig, uram, dekoráció ügyben randizunk. Ez igazán nagyon szép. A mi fantázia világunkban a Mikulás virágok mellett jól mutatna egy igazán nagy fa. Hatalmas, magas, kiterjed. Hova állnak majd az emberek? Láttad már a vendéglistát? 18 ember fog jönni. Szerintem elférnek majd. De azt a nagy fát... Közösen díszíthetnénk fel, nem? Nem vagyunk gyerekek. Én mindig nagy fát akartam, de a szüleim nem engedték meg, mert attól tartottak, túl sok helyet foglal a nappaliban. Az enyémek sem. Komolyan? Igen. De én mindig azt mondtam, hogy vágjuk le az alját, és abból legyen a girland. A lehullott ágakból. Nagy ötlet. Nagy ötlet. Ilyenek a kisvárosi karácsonyi hagyományok. Az ember a síjárőr cimboráival girlandot csinál. Igazi kisvárosból jöttem, ahol egy síjárőr van, aki idősebb az apámnál. Mi a helyzet veled? Sok csajt vontál bele a girland készítésébe? Mivel tele van a kezed, és amit csinálsz kérdéses, esztétikájú, ez itt most nem egy randi. Az embert elvarázsolja a fenyő illat. Ezt muszáj felvennem. Persze, természetesen, vedd csak fel. Itt kész is vagyunk. Ezt mind felakasztjuk az étteremben. Nagyon jól mutat majd a falon, vagy bárhol. Oké, semmi. Halló? Hé! Pszt! Elnézést! Tudna nekem mutatni egy nagyon terebélyes fát, dupla, ilyen széleset? Meglepetésnek szánom. Dupla nem, széleset? Nem, semmi gond. Oké. Köszönöm, és boldog karácsonyt. Uram, tudna nekem mutatni egy nagy fát? Kétszer ilyen széleset? Mint ez itt? Igen. Okay. Ez egy meglepetés lesz. Szóval egy szót sem. Jó. Hiányoztok, díszítitek a fát? Igen, hogy mint vagy? Várj egy percet. Úgy megcsapott akár egy hullám. Úgy szerettem volna ott lenni velük a moziban. De aztán meg mégsem. Itt akarok lenni. És hogy érzed magad? Hát, ahogy mindig is, de hallgatott, hagyott érezni. És aztán pont azt mondta, amit kellett. Őrületes testvér. Minden testvér ilyen. Köszönöm még egyszer, hogy
holnap reggel önkénteskedtek. Ki nem hagynám? Ó, meg! Kellene a fotó az e-mailes meghívókhoz. Jó, reggelre meg lesz, ígérem. Ó, szuper. 7 nap múlva lesz a buli. Ó. Nincs túl sok időnk a tervezésre, ugye? Ez a móka a dologban. Sziasztok! Viszlát! Jó ét! Jó ét! Olyan jól éreztem magam veled egész nap. Mi lenne, ha holnap esetleg... Kora reggel. Dolgom van. Megígértem Mariannek, hogy elintézek valamit, mielőtt oda megyünk. Ami már úton van, nos. Jó. Szia. Akkor később találkozunk. Oké. Okay. Jó ét, Joe. Jó ét meg. Jó ét, Joe. Hagyj már abba. Nem akarok durva lenni. Rendes dolog elköszönni valakitől. Az ember legyen profi. Igen. Elköszöntem egy embertől, akivel együtt dolgozom. Ennyi történt. Természetesen. Az összes dobost meg kell tenni. Szia, Alex! Hogy vagy? Karácsonyi tapasztok? Hogy mind? Örülök, hogy látlak. Én is. Joe vagyok, üdv a fedélzetem. Köszi. Hoztunk muffint. Micsoda csapat! Sokkal többen vagyunk, mint máskor. Igen, ő Martin. Szia! És Frank! Hello! Ó, mindenkinek köszönöm, hogy eljött. Sok a munka, és hálás vagyok a segítségért. Mit kell csinálnunk? Ezt a dobozt is sehol sem találtam piros ételfestéket, de zöld az akadt, úgyhogy kitaláltam valami mást. És az jó lett? Nem igazán. De aztán lecseréltem a cukrot sóra, úgyhogy zöld lett és sós. Mindenki tudja, hogy ilyen a karácsonyi Grinch süti. Ez aztán jó sztori. Ninának is tetszene. Ő a lánya? Igen. Művész lélek és tud fogalmazni. Nagyon tehetséges. Okos. Csak hogy szigorú voltam. Most már tudom. Sokat aggódtam. Mindentől meg akartam védeni, ő meg szárnyat akart bontani. Ha újra kezdeném, tudja, hablacsolok. Ezért nem ünneplik együtt a karácsonyt? Nem ezért. Mindketten makacsok vagyunk. Nézze, kész is ez a doboz. Mehet is. Az emberek sok mindent mesélnek neked. Igen, az arcom miatt. Sok mindent hallottam már. Mi lenne, ha összehoznánk őket? Elhívnánk Frank lányát a kávézóba. Nem hiszem. Mármint ez kedves ötlet, de az az érzésem, hogy egy lépéssel több a kelleténél. Igen, lehet, hogy igazad van. Nézd, itt meg is vagyunk, és van még egy kis dolgom az ebéd előtt. Te már túl vagy a karácsonyi vásárláson? Ez teli találat. Valóban. Tessék, köszönöm szépen. Boldog köszönöm. Karácsony. Boldog karácsony. Boldog karácsony. Ezt adjuk hozzá anya karácsonyi ajándékához, Dave bácsi nevében. Ez az emlékezés kellemes módja. Ma este elindulsz haza a mozi megnyitására? A helyzet az, hogy nem. Nem, Jennifer-től rendes volt, hogy rábólintott erre. Nem tudnék visszamenni a moziba Dave bácsi nélkül. Értsd meg, igen, hogy csak úgy sztorizgassak, és faljam a popcorn. Hát igen. Úgy érzem, hogy van itt valami, amit meg kell tanulnom. Amikor idejöttem, úgy éreztem, hogy itt kell lennem, érted? Nem is tudtam miért. De hidd el... Szia. Annyi minden van még, amit nem tudom, hogy csináljak. Igen? Igen. Például? Hát, megtanultam, hogy legyek egy csapattagja, tudod? Kapcsolatokat építettem az étteremben, a közösségben. Te aztán nagyban gondolkodsz. A részletek mit számít? A dekoráció, a reklám? Hé, még tanulok. Elkértem Mariannétől az adományozók listáját. Ahogy Alex végez az e-mailekkel. Őt is vond be! Igazán nagyon jól éreztem magam ma reggel. Remélem megnyerjük a versenyt, és még többet adományozhatunk. Ezt hogy érti? Ha megnyerjük a versenyt, a pénzből az élelmiszerbankot ingyenes zöldségessé fejleszthetjük. Az élelmiszerbank remek, de ez új alternatívát kínál. Ó, ez csodás. Oké, itt van egy ajándék, aminek nagyon örülsz majd. Egy dupla szélességű fa.
Nekem is van egy ajándékom, aminek örülsz majd. Egy kétszer olyan széles fa. Csak nem árusítjuk majd ezeket. Hadd fogalmazzak egyenesen. Vettél nekem egy fát, én meg neked vettem egyet. Nagy lelkek, ha találkoznak. Gondolkodhatunk, hogy mi legyen velük. Na, várjunk csak. Egy pillanat. Csak... maradj itt. Frank, ne mozduljon. Ez rajta lesz az adományozóknak címzett levélet. Imádni fogják. Aha, megvan. Ez, nézd csak, milyen lett. Olyan jó, olyan szép. Az egyik 19, a másik egy hiány 20. A dupla fa volt a legtökéletesebb hiba. Jól látod. Igazad volt a fákat illetően. Vigyük hátra őket. A vacsora előkészítve, a konyhában mindenki tudja a dolgát. Most már minden megy magától, nekem is kell egy kis szünet. Egy kis séta. Nézd ezeket a dekorációkat. Igen, Salt Lake City tudja, hogy kell karácsonyozni. Van híre Jenniferről? Biztos, hogy sok időt tölt Simonnal, és biztos munkálkodik a moziban is. Mi az? Tudom, hogy ez az első karácsony Dave nélkül, és örülök, hogy Jennifer és Simon jól. Én is meg vagyok. Tényleg, jól érzem magam. Segítek az étteremben, el sem akarok menni. De elfogsz, ugye? Párizsba. Úgy látom... Bocsi. Ó, bocsánat. Semmi gond. Muszáj felvennem. Oké. Okay. Az étteremben találkozunk. Jó, persze. Láttad, hogy hány visszajelzést kaptunk? De jó! Micsoda hír! Ez túl sok. 20-szal több, mint amennyit az étterem elbír, és még jönnek. Ezt nevezem igazi bulinak. Hova ültetünk le ennyi embert? Szabjunk nekik időkorlátot, miközben mások odakint várnak, hogy bejussanak? Ez aztán a kellemes gond. Azt is mondhatjuk, hogy ez egy karácsonyi csoda. Bárcsak ilyen optimista lennék. Őszintén én is. Meg, Joe! Nagy hírem van. Igen. Megkaptam az állást. Nincs, amiről én. Igen. Nagyon gratulálok, Victoria. Tudjuk, mennyire vágytál rá. Köszönöm. Nekünk persze szörnyű. Itt minden más lesz. De örülünk, hidd el, veled örülünk. És megszülettek a hármasikrek. Biztos egyformában járnak nem, majd. Nem. Még éppen csak megszülte őket. Micsoda? Éppen most, és minden rendben? Az ikrek korábban jöttek, de ez normális, csak Jane-nek kell egy kis segítség. A meló már is kezdődik, és mennem kell. Holnap. Holnap. Most elmész? Igen. Menj csak akár. Oké. Okay. Oké. Okay. Persze. És gratulálok, szív. Ez aztán a jó hír. Igen. Veled örülök. Nagyszerű. Ne aggódj az étterem miatt. Úgy van. Megoldjuk. Kézben tartunk mindent. Megoldjuk. Köszönöm szépen. Nincs év. Ideje felhívnunk Jennifert. Nem. Nem, tudom, hogy ott kell lennie, és a szüleinknek is fontos ez. Ma nyit újra Madison, szóval megoldjuk a dolgot. Hogyan? Mi a terved? Azt nem tudom. Még nem. Szia! Hoztam kávét. Nem kakaót? A kakaó finom dolog, én nagyon szeretem, de miért ajánlgatják makacsul minden decemberben, amikor lehet inni kávét is? Úgy látom, te szívesen innál kávét. Kerülj beljebb. És kösz. Szóval... Azért jöttem, hogy elmondjak valamit, amit nem mondtam el Jennifernek még. Roppant hálás vagyok. És majd elmondom neki, amikor Hazelwoodban lesz. Az a dolgom, hogy ezt ma megtudja. Ha kiderül, hogy lecseréltük a séfünket valaki másra, az rossz fényt vethet a karrieremre. Tudod mit? Mondasz neki, hogy folyamatosan interjúztattuk. Ezt nem mondd el neki. Hűha. Engem.
Rendben, fel is hívom. Már is hívom. Megmondom neki, hogy a keresés még zajlik. Aztán meg távolom a jó hírt, hogy milyen sokan visszajeleztek, és kinőttük az éttermet. Ez azért nem túl jó. Nyomozok az új séf után. Ó, oh, komolyan? Jesse Collins. Hallottam már, de vajon hol hallottam? A Sébarel séfje volt, Michelin csillagos csávó. Aki forradalmasította a grill sajtozást fensződés sajtalmával. Ő az, aki csinált egy hatalmas... Ez Jennifer. Vedd fel. Nem veszem, te vedd fel. Nem veszem fel, nem merem megmondani. Én képtelen vagyok rá. Halló, szia Jennifer. Biztos, hogy nem tudom, mit akarsz, írd csak le. Hadd kérdezzek valamit. Amikor kézbe veszed a telefont, hogy felhívj, hogy csinálod? Be van írva a nevem, ott szerepel, hogy meg. Ott a nevem, és rákattintasz, amikor beszélni akarsz. Hagyjál le a kártyád előfizetése hamarosan? Nem, nem igazán. Mi volt a Madisonban? Nos, 10 fok van odabent, a vetítő tönkrement, és kisebb tűz is volt. És aztán kaptam egy hívást Viktóriától, az ex-séfemtől, aminek még örülök is, de akkor is, hogy... Oh, igen, fel akartalak hívni, már hívni akartalak, de nem tettem, mivel... Nem akartuk elszavarni a pihenését. Joe nem egette. Mi? Hé! Te most viccelsz? Igen, viccelek, persze, hogy viccelek. Hogy ne viccelnék, Joe akar telefonálni, de én azt mondtam, hogy nem, mert a Madison miatt. Ezt megbeszéljük, ha visszamegyek. Egyelőre csak annyit... Vissza akarsz jönni? Igen, mert találnom kell egy séfet, meg kell szerveznem a karácsonyi partit, és tudnom kell, hogy a személytet rendben van. Ne, Joe már talált séfet, és ez a séf teszi... Ki? Collins! Jesse Collins! A grill sajtos csávó? Igen, a Michelin csillag jegyekkel. Azaz csillagokkal. Kis csillagokkal. Szóval, látod? Kézben tartjuk a dolgokat. De még egyszer kérlek, ha bármi nem stimmel, hívjál. Azonnal hívlak. Azonnal. Hát persze, nyilvánvalóan. Szeretlek. Én is szeretlek. Szia. Sikerült. Egy kicsit balra. Igen, igen, így jó lesz, tökéletes. Te mondd csak, milyen díszekre gondoltál még? Ó, várj csak egy kicsit. Ah, milyen szép itt minden. Hoztam díszeket. Jól van. Ezek az élelmiszerbank támogatói, akik a gyerekeknek adakoznak. Mindig akartam egy angyalos fát, de sose volt időm megcsinálni. Évek óta könyörögtem egy kis extra segítségért. Egyetértek veled. Kell egy kis segítség. Srácok, srácok! Jesse Collins itt van. Szólítsatok. Egy pillanat. Várj! Ha megszerzed Jesse Collins séfnek, akkor én lejárom a lábamat, és elintézem, hogy le tudjunk ültetni 200 embert a partit. Oké. Rendben. Jesse! Jesse! Ha nagyobb helyre van szükséged, miért nem jöttök hozzánk? Az élelmiszerbank nagy, elfér 300 ember. Olyan vagy, mint Mrs. Mikulás, klassz a frizurád is. Köszönöm. Üdvözlöm az Amber & Sprigben. Egy főre kér asztalt? Igazság szerint ez kicsit furcsán hangzik. Szeretem a furcsaságokat. Levelet kaptam az élelmiszerbanktól, ami egy karácsonyi partira hívott. Köszönöm, hogy személyesen erősíti meg. Sütit? Igazság szerint felismertem az apámat. Ó, ön bizonyára Frank lánya, maga Nina. Igen, én vagyok, és fel is hívott néhány nappal ezelőtt. Itt ez a fotó is, úgy gondoltam, hogy esetleg eljönnék, de bizonytalan vagyok még. Nem tudom, mit tegyek. Joe, gyere ide! Ő itt, Nina. Tudod, Frank lánya. Nina, Frank bármelyik pillanatban itt lehet. Igen. Mesélt magáról. Szerintem hiányzik neki. Tudják, én nem biztos, hogy ez egy olyan jó ötlet. Azt hiszem, inkább megyek. Félreértés volt. Ne menjen, maradjon. Én csak össze akartam hozni őket. Nagyon kedves tőled, de nem hiszem, hogy Frank örülne, ha meglátná itt a lányát váratlanul. De én nem akarom, hogy Frank egyedül karácsonyozzon. Ki mondta, hogy így lesz? Karácsony este én is itt vacsorázom az étteremben a többiekkel. Napközben a bárpultban leszek, és sütit viszek az élelmiszerbankba. Az, hogy nem a családdal karácsonyozom, még nem jelenti, hogy egyedül leszek. Hát persze, hogy ne.
Nem is fogsz találkozni a családot? Majd januárban, akkor nincs forgalom, könnyebb elszabadulni. Hé, hey, nos, ma van Victoria utolsó műszakja, és volna egy ötletem. Jól van, boldog karácsonyt. Oké. Szia. Szia. Hoztam egy kis frissítőt. Jaj, köszi. Igazán nincs mit. Attól tartok, Jesse Collins visszalépett. Azt mondta, marad, ahol van. Ne. Éjfélkor hívott fel. Ez a séfek órája. Ekkor történnek a nagy mókák. Hogy nem akar csatlakozni hozzánk? Nem akart közösséget építeni? Ahol az emberek összetartanak. A nővéred mindig ezt hajtogatja. Ő apától vette át. Ezt is, és a dekorációs hajlamát is. De tőle jön minden. És ez olyan jó. Az van, hogy visszaváltottam a repülőjegyemet, mert segítek neked séfet találni. Ó, igen, és a híres Hazelwoodi fények. Várj csak. Hazelwood alig egy óra innen. Igen, valóban. Úgyhogy mehetnénk. Benne vagy egy kocsikázásban? Van egy ötlete. Most már mindenhová hozod ezt a fát magaddal? Biztos, hogy találunk neki helyet Hazelwoodban. Honnan jött ennek az útnak az ötlete? Jó, félúton innen és Hazelwoodtól található a Fort Morgan Farm. Hallottam róla, de nem jártam ott. Ó, kocsikázás, fotó a Mikulással, karácsonyhoz illő karamellás alma. Ó, imádom a karamellás almát. Van ott egy barátnőm, a neve Julie Spencer. Félállásban dolgozik ott, ehetnénk valamit. És ha ízlik, felkérhetnénk, érted? Arra, hogy jöjjön át hozzánk? Nem teljes állásban, csak addig, amíg túléljük a partit, és nem találunk séfet. És aztán jönnél Hazelwoodba? Nem feltétlenül. De tudom, milyen fontosak neked az otthoni fények. Köszönöm, Joe. Tudod, már van egy karácsonyfa a Hazelwoodi parkban. Nem kell ezt is odavinni. De ennek is kell hely. Talán valamelyik rokonnál. És ha minden jól megy, elmondjuk a jó híreket Jennifernek. A karácsonyi díszek, és nézd a lovakat, el kell mennünk kocsikázni. Koncentrálj! De az olyan nehéz. Figyelj! Ha meggyőzzük Julit, hogy jöjjön át az Amber and Sprigbe, amíg nincs séfünk, probléma akkor... megoldva, és ünnepelhetünk karamellás almával. Igen, és ha nemet mond. Akkor lenyeljük a karamellás almát és az érzéseket. Úgy meg. John Miller, Julie, nézze meg oda. Julie, hogy vagy? Nem is szóltál, hogy jössz. Meglepetés. Szia. Hogy vagy? Meg vagyok, és te? Rendben, örülök, hogy látlak. Én is. Jó nézek? Köszi. Rég nem láttam. Valóban. Szia. Szia. Boldog karácsonyt. Örülök, meg vagyok. Én is örülök. Szóval... Meg és én azért jöttünk ide Salt Lake-ből, mert igen? Szeretnénk valamit megbeszélni veled. Ó, oké. A déli csúcs egy kicsit elhúzódik. Visszajönnétek később? Persze. Hogyne? Szórakozunk egy kicsit. Igen. Oké, így jó lesz. Nehéz lazítani, ha sokan meló. De nézd meg minket. Még nevetünk is. Ezt csinálják az emberek, ha van szabad idejük.
El tudod képzelni? Falatoznak. Randizgatnak. Ugye? Mikor volt az utolsó? Várjunk csak. Már nem is emlékszem. Nincs ellenemre a randizás, csak valahogy tudnom kell, mi vár rám, mielőtt megosztom valakivel az időmet. Szerinted túl gondolom a dolgot? Nem, dehogy. Megértelek. Szeretnék találni valakit. Esetleg családot alapítani. De tudod, a randik többsége jellemzően olyan sietős. Száncsengő, karamellás alma. Ha korábban jöttek, tutira igent mondok. Épp most kaptam emelést. Úgyhogy sajnálom. Legalább hadd vegyünk a finom almáidból a partinkra, jó? Természetesen. Okay. Szóval nincs év. Victoria nehéz helyzetbe hozott minket. Én bíztam a személyzetben, legalábbis eddig. Meg is jöttünk, Hazelwood szíve, a szüleim sütizdője. Ó, milyen szép a világítás. A helyzet az, hogy tudom, mi legyen a fával. De egyelőre mennék. Ma este karácsony a Madisonban. Aha, igen. Ez aztán a tökéletes hely a fának. Igen. Mindig volt fa itt. Ez olyan spanyolos. Nem, az nem spanyolos. Lá. A spanyolos. La, mint fallalala. Valahogy az orrodhoz közel képezd. La, la. Orrhangon látod? Nazális. Valahogy így is megérti. A szörnyű franciád rossz helyekre és jó emberekhez vezetett. Annyira várom már a találkozást. Olyan jó barátok, hidd el. Mm-hmm. Ha egyszer én miért nem lépsz? Költözök Párizsba. A dolgok másképp alakultak. Volt lehetőségem. Élhettem volna veled, de a helyzet az... hogy inkább nem. Szeretek itt lenni. Ez az otthonom. Le om. Jó volt? Lom. 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 Milyen különös? Meg. Igen. Igen. Mindig volt fa a Madisonban. Megkérdezhetem, miért nem hagyta rád? Esett szó róla. A családomnak mindig voltak éttermei és moziai, ahol kis közösségek alakultak ki. És te más vagy? Nem, totál ilyen vagyok. És szeretem az ilyen dolgokat, úgy érzem, mintha ő is itt volna. És nagyon nehéz itt lenne, mivel ő már nincs. Ez nem ő? Szerintem nagyon értett a részletekhez. Ahogy te is azokra figyelsz. Ilyen volt. Igen. Az emberek hátrahagynak magukból ezt-azt. Nem csak helyeket, hanem a szeretetüket bennünk. Az egyik énem azt súgja, hogy vegyem át. Nézd ezt a jegyet. Kezdődik a kivilágítás. Gyere, csatlakozzunk. Hazelwood, készen álltok, hogy felvillanjanak a fények? Igen! Ez fantasztikus. Egy, két, három, négy. You better watch out, you better not cry. You better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Hey, Meg, itt vagyunk! Szia! Szia, Jen! Meg és Joe! Egy pillanat, akkor ki van az étteremben? Most mi meg elmentünk a Fort Morgan Farmra, hogy megtudjuk, Julie nem akar el. Állj, egyszerre csak egy. Mi ez az egész? Jesse Collins elutasított minket, Meg, sajnos. Azt mondtad, mindent kézben igen, tarnasz. Igen, ez rosszabbul hangzik, mint kellene. Higgy nekem. Kész tervünk van. Várj, van más tervetek is a séf pozícióra? Támogattok valakit? Mi ez az egész? Senki sem áll készen, hogy átvegye, de nekem van egy ötletem, szóval... Mi ütött belém?
Nem kellett volna eljönnöm ennyi időre. Visszamegyünk, ezt rendbe tesszük. Mi lesz a mozival? Igazán nem kellene az... Jen, kézben tartjuk a dolgokat. Igen. Komolyan. Sajnálom meg, de értsd meg, ezt nem így látom. Elnézést egy percre. Simon, én megértelek, de... én tudom, hogy most azzal állsz elő, mi a következő lépés. Az, hogy ezek után visszamegyünk Salt Lake-be, és ez egy szép álom. Nincs is gond. De azt akarom, hogy ez csak holnap legyen. Oké. Okay. Én csak fordulok és jövök vissza, amint mindent rendbe teszek. Szeretlek. Én is téged. Meg! Előbújhatsz! Mi van? Nem, én nem bujkáltam, csak be akartam húzódni, de megnéztem valamit. Az épületek szerkezete rossz manapság. Hát, persze. Kritikus. Igen. Honnan tudtad, hogy ott vagyok? Sokkal többet látok, mint azt az emberek hiszik. Gyerünk! Szóval Hazelwoodban maradsz, igaz? Mi ez az egész? Te most viccelsz? Én szeretek itt lenni. Mindjárt beindul a mozi is. És anya boldogabb és nyugodtabb, mint valaha. Leszámítva a tegnap estét, de az miattam volt. Igen, azaz nem, amiatt nem aggódnék. Ti mindig a jót hozzátok ki a másikból. Szia! Anya, kész a kávé nekem és Joe-nak? Jó volt látni téged a fények felgyújtásánál. Minden olyan szép volt. Kösz, hogy Joe megkaphatta a kanapét. Joe, remélem kényelmesen aludtam. Ó, tökéletes. Nem gyakran alhat az ember egy karácsonyfa mellett. Örültünk, hogy itt vagy. Köszönöm. Minél több időt tölthetünk veled, mielőtt Párizsba mész, annál jobb. A returjegyed megvan? Tudom jól, hogy vakmerőnek tartasz önben. Mi nem mondtunk ilyesmit. Ha biztos vagy benne, hogy ezt akarod tenni, mi támogatunk. Köszönöm. Hát, akkor mi indulunk is. Mr. és Mrs. Sweet. Jó utat, minden jó. Nagyon jó volt. Örültem a találkozásnak. Mindig is ezeket a klasszikus karácsonyi dalokat játsszák. Nem akarsz vele énekelni? Bocsáss meg, de épp a séf probléma jár a fejemben. Küldhetnél egyet nekünk Párizsból? Meglepődtem, mert nem említetted az utazást. Nem akartam titokban tartani, és mást sem. Még azt sem tudom, hogy ezt akarom-e. Kell lennie valakinek az ismerettségünkben a séf pozícióra, valakinek, akit még nem... Várjunk. Várjunk, van egy ötletem. Szia! Oh, szia! Én vagyok. Segíts nekem, meg kell találnom Jennifer cikkét a helyi labban még tavalyról, és mindent tudni akarok a vörös bársonyfánkról. Szerinted ő lesz az új séfünk? Szerintem Martin remek, de még nem áll készen egy komolyabb konyhára. Az ő kajája a legjobbít, és már tudjuk, hogy illik a csapatba, ami mindig szerencsejáték ebben a szakmában. Így igaz. Szasztok! Hello! Várj csak! Te vagy Jennifer Swift. Igen. Oké. Te írtál tavaly a helyi lapon egy cikket a vendégszeretetről, meg a közösségépítésről. Igen. Mindig ezt képzeltem egy étteremről. Na hát, nos, köszönöm, köszönöm szépen. Mi mindannyian egymásért vagyunk. Ó, na hát. Isteni. Minden nap tudnám ezt enni. Isteni. A helyzet az, hogy azonnal kell valaki. Vágjunk bele, tegyünk ajánlatot. Igen. Oké. Akkor szólok neki. Rendben. Ti itt ketten... Hogy vagytok? Hogy mi van köztünk? Tessék, hogy ez egy romantikus izé... Nem, mi csak együtt dolgozunk. Egy pillanat. Szerzek vizet. Hé, Joe, mi ez az egész? Te pontosan ismered a nővéred vízióit, és tudom, hogy a következő lépésre gondolsz. Érdekes volt nézni, és segített. Köszönöm. Martin tud főzni, segítünk neki, hogy... megtalálja önmagát,
a nagyobb konyhában. Akkor mi a gond? Tegnap magamon is eltöprengtem. Kocsikázás közben. Hogy te is én... passzolunk? Igen. Én is gondoltam erre, de te azt mondtad, hogy valamit tartósra vágysz. Tudom. És te Párizsba készülsz. Én meg... Nem biztos. Még nem tudom. Minden esetre... Szóval a lényeg, hogy legyen séfem. A kitbe is kell tanítani. Később majd találkozunk. Jó. Szia! Szia. Ez bonyolult. Gyerünk. Restellem, hogy nem bíztam benned. Tudod, mit akarsz. Köszönöm. Jól érzed itt magad? Igen. És egyre inkább nem készülök Párizsba. Arra gondolok, hogy a pénzből önállósítom magam. Arra is gondoltam, hogy Dave nélkül Párizs olyan, mint Hazelwood. Csak jobb sajtokkal. Hidd el. Egy dolog biztos a gyászban, hogy az ember egyszer túljut rajta. Ezt jó tudni, ha éppen benne vagyunk a dologban. És hát, ha segít a sajt. Most az a legjobb, hogy itt ülök veled. Jó, hogy visszajöttél. Nekem is. És annyira várom, hogy holnap melletted ülhessek a moziban. Igen. Igazán jó hely. Valóban. De csak! Hello! 8-ast kérek. 8-as? Rendben. Igen, köszi. Szia, Max Swift! Hello! Hello! Jaj, de jó, hogy itt vagy, Meg! Gyere! Oké. Meg vagy. Igen, meg vagyok. Nincs itt Jennifer? Nincs, visszamett Hazelwoodba. Oh, okay. Elmondtam neki, hogy mi van. Értem, de most kapaszkodj belém. Szeretsz korcsolyázni? Nagyon jól mulatok. Igen, azt látom. Ha elvállalom, biztos nem gond, hogy együtt dolgozunk? Ahogy látom, mindketten értelmes emberek vagyunk. Én csak nem akarok kockáztatni, bármi is ez. Ki tudja mi. Vállald a melót. Megoldjuk, bármi történjék is. Jó? Oké. Tudtam én. Abszolút nem igaz. De nagyon is. Figyelmet kérek! Mindenki keresse meg a párját, mert most jön a fagyöngyös tánc. Köszönöm. Amit korábban mondtál. Te is mondtál olyasmit, hogy ha beengedsz valakit az életedbe, tudnod kell, hogy mit keresel, és te még nyilvánvalóan keresel. De tudom, hogy a miénk lesz a legjobb karácsonyi parti, amit a város látott. Igen. Nem akarok beleszólni, de szerintem gondold át a dolgot. Oké. Köszönöm, Maria. Szia. Szia. Minden rendben? Igen, csak töprengek még néhány dolgon. Szép lett, ugye? Igen, a koszorúk,
És a girlandok nagyon szépek. Egyszerűek, ízlésesek. Aha. És nem viktoriánus? Nem, amíg be nem hozzuk a kis sütiket a díszes kis kanalakkal. Szóval, minden oké? Igen. Igen, igazad van. Nem tudom, mi legyen a következő lépésem. De minél tovább töprengek rajta. Nézd ezt a helyet. Emlékezetes időket élünk, ugye? Minél többet gondolkodom, annál inkább kötődöm ide. Az étteremhez. Az emberekhez. Aztán azt mondom, szép munka volt. Meg beleképzelted magad a nővéred életébe. És ezt nem akarom. Olyat akarok, ami az enyém. És az agyam csak jár körbe, 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 körbe. Most mennem kell. Még benézek az étterembe, aztán megyek Hazelwoodba. Elviszlek az étteremig. Remek. El akarok hozni pár dolgot. Jól van. Jól elhúzódik a déli csúcs. Előfordul. Itt van Frank lánya. Vár az asztalnál. Helyes. Oké. Okay. Nyugodjunk meg. Rendben. Itt jön Frank. Itt jön. Jó napot, Frank. Hogy smint? Izgalmas dolgok vannak az étlapon. Élvezni fogja. Nina? Hogy vagy? Menj, ja. Oké. Okay. Ne, maradj! Ne menj oda! Maradj, inkább maradj, hadd éljék meg ezt a helyzetet. Nem gondoltam rá, hogy itt pedig lehetsz. Itt vagyok. Megyek, elmondom mindenkinek. Jó ötlet. Oké, okay. Frenknek és a lányának a legjobb fogásokat tálaljuk. Kezdjük karácsonyi tapásztal, aztán jött a leves, díszítve. Világos. Bíz bennem. Komolyan. Rendben. Nem tudom, mit tehetnék. Nina, szeretetből jöttem ide, de te mindig ezt csinálod velem, mindig. Nina. Kivétel nélkül. Miért vagy ilyen forró fejű? Jaj, apa, te sose változol meg. Frank. Van, amihez több idő kell, igen. Tehetek valamit önért? Nem. Ne aggódjon miattam. Holnap itt leszek. De ma... Nem vagyok ilyes. Nem kéne utána menni? Nem. Épp elég volt a kavarásból mára. El kell indulnom Hazelwoodba. Van, senki sem tesz semmi fogát. Mi a drága? Az emberek nem mindig figyelnek majd az ötleteidre, de attól még hinned kell magadban.
ehhez türelem kell. Ki kell várnod a megfelelő időt, és aztán mutasd meg, mit tudsz. Látod? Az együttműködés. Ez a legjobb terv. Szeretlek. Én is szeretlek. Szeretném, ha minden úgy maradna, ahogy most van. Épp úgy. Hoppá, két édes öreg hölgy ül egy munkalap tetején. A hangsúly az öregem van. Igaz. Ezt kell nekem te, és én, és egy jó kis hely leülni. És rákcsa. Oh, rákcsa. Ó, igen. Tessék. Jól mondod. Jártatok már lenn a pincében? Jó nagy, elég nagy egy étterem méretű konyhához. Mozival kombinált étterem, ez jó ötlet. Igen, tudom. Töröltettem a jegyemet. Tessék? Szeretem Salt Lake-et. És a következő lépésem, ez a város itt. Ha dolgozhatnék neked, csak egy ideig. Ó, Istenem, igazság szerint együtt kell belevágnunk valamibe. Ez azt jelenti, hogy összerakjuk, amit tőkénk van. Együtt vezetjük az éttermet. Megépítjük a konyhát. És a Madison a családban ami marad. Ami pedig utána jön, azt együtt tesszük. Magunkat néhány brownival és bújjunk be a kedvenc melegpokrócunk alá, mert ma nem megyünk sehova. Karácsonyi hóvihar lepte meg a várost, és az egész környéken akadozik a közlekedés. Salt Lake City belvárosában holnap utánig tart ez az állapot. De hideg van! Csukd be a szemedet! Tarts velem! Ez valami csel, aztán majd lespricceltek vízzel? Nem, ugyan már, miért is tennék ilyet? Csak tarts velem! Mi ez az egész? Na. Igazad volt, egy jó partin mindig van interakció, úgyhogy a csapatom és én kitaláltunk pár dolgot. Voilà! Ez itt egy süti dekorációs asztal. Mit javasolsz? Egy egész rénszarvas csordát szeretnék csinálni a rénszarvasokon csúf karácsonyi pulóverrel. Azt mondtad, hogy a fotós bodén nagyon gáz. Kitartok mellette. Működik? Persze, hogy működik. Ezt vedd fel. Csak nyomd meg ezt a gombot, gyere! Ülj le, mehet! És neves! Imádom ezt! Látod, milyen jó csapat vagyunk, nem igaz? Igen, valóban. Ha már erről van szó... Várj, hadd mondjak valamit. Nem megyek Párizsba. Itt maradok. Igen, itt. A részletek még kidolgozásra várnak, de vállalkozásban fogok a nővéremmel. Na hát, szóval akkor... Maradsz? Igen. Ami szerintem jó hír nekünk. Remélem. Itt vagytok. Baj van. Az utak szörnyű állapotban vannak. Azt kérik, hogy akinek nincs dolga, maradjon otthon. Hogy jutnak el az emberek a partira most? Nem tudom. Nem is számít. Az újság most mondott le mindent. Mivel a partik lemondásra kerültek, az újság úgy döntött, elosztja a pénzt a kiválasztott cégek között. Szóval akkor mégis kapunk egy kis pénzt. Úgy tűnik. Elég lesz arra, hogy elindítsd a zöldséges? Valószínűleg nem, de megetetek egy csomó embert. Többet, mint tavaly. Na és Joe, ha teljes óraszámban dolgozol, beindíthatnánk azt a terjeszkedési programot, amit akartál. Tessék. Én most megyek. Igen. Igen. Marian teljes állást javasolt nekem. Több feladat, mint az étteremben volt, de én ezt szeretném. És rábólintottam. Azt mondta, addig maradhatok, amíg Jennifer nem talál valakit. De az te leszel. Minden rendben. Igazán boldog lehetsz, ez tökéletes.
Ideje, hogy gondoljunk a... Partira. Aha. Igen, fel is hívom az éttermet. De azért hadd kérdezzem meg, mit jelent ez ránk nézve? Rád és rám. Ez meg mi? Ez itt rozmaringos burgonya krokett és pulykafalatkák krékerrel töltve, redukált áfonyával. Ti nem hallottatok arról, hogy... Ó, igen, mi olvastuk, hogy lemondták, de már úton voltunk. Arra gondoltunk, Marianne, hát ha szét tudja osztani ezeket, élelmiszer nem mehet veszendőbe. Egy pillanat. Van egy ötletem, telefonálnunk kell. Azonnal. Várjatok. Mindjárt visszajövök. Senki sem mozduljon! Jól van, inkább mozogjunk. Igen. Leszedjük a karácsonyi dekorációt. Ezt meg tegyétek be a frigóba. A gond a szállítással van. Egyesíthetnénk az erőinket. Szóval, meg itt marad. Nem tudom, tényleg marad? Meg gyorsabban dönt, mint bárki, akit ismertem. Mondja az, aki egy szempillantás alatt állást váltott. Mit akar ez jelenteni? És van helyed mindenkinek? Remek! Oké. Okay. Te mondtad, hogy vessem be magam. Ezt hajtogattad. Zavarba ejtő, amit most mondtál. Mert ez más ügy. Nem más, ugyanaz. Lehet, hogy kicsit gyorsan alakultak a dolgok. De hát így megy az ilyesmi. Ha ezt kihagyod, lehet, hogy nem jön más. Igen. Csomagoljatok be mindent. Mégis lesz parti. Oké. Sziasztok! Ezt mind tegyétek le oda. Nem a miénk az egész tér. Igen, gondolni kell a többi étteremre is, akik versenyeznek. Egyben lesz a három parti, az emberek gyalog is ideérnek. Nem számít, hogy mi van az utak. Egy buli lesz, és mindenkit várunk. Nem számít a vendéglista, sem az újság, sem a titokzatos döntőbizottság. Bárkinek örülünk, aki eljut ide. De mi hegylakók vagyunk, és ismerjük a hóláncot. Nem hagytuk volna ki, csak egy kicsit soká tartott. Anya, te utást hóban vezetni, mégis bátor voltál. Bátor, hogy én? Az inspirál engem, amit ti csináltok. Az, hogy másoknak segítetek. Kedveseim, ez a bátorság. Sziasztok! Sziasztok! Nagyon örülök. Köszönöm meg. Ó, Marianne, annyira meg akartuk nyerni azt a pénzt. Sajnálom. Azért egy kevés így is jut. Remélem, nem bánod, hogy Joe-t felvettem az élelmiszerbankba. Ő profi, de ezt te úgy is tudod. Tökéletes, és annyira drukkolok nektek. Én megkaptam a húgomat, ő is tökéletes. Ó, elnézést kérek egy pillanatra. Menj csak. Hát eljött. Apa megint keresett, és némi töprengés után visszahívtam. Ő hívott meg ide. Nina! Nagyon köszönöm. De hát karácsony van. Jobb ez családi körben. Hiányoztál nekem, apa. Figyelem! Boldog karácsonyt! Az Élelmiszerbank és más jótékonysági szervezetek nevében szeretnék köszönetet mondani a három csodás étteremnek, hogy összehozták ezt a partit, és olyan bátran szembeszálltak a hóval. És most az Élelmiszerbank új barátja szól pár szót. Köszöntök mindenkit. Ezt a karácsonyt hála az itt megjelenteknek és az Amber & Sprignek nem töltöm egyedül. Itt vannak a barátaim és a lányom Nina. Hála a sok kedvességnek,
Úgy döntöttem, hogy finanszírozni fogom az élelmiszerbank zöldségelosztóját, bármennyibe is kerül. A helyet, ahol bárki biztonságban megkapja azt, amire szüksége van. És bárkivel táncolok, aki felkér. Igen? And the kids have started counting down the days. The snow is falling, people making plans with family. Szervusz! Szia! Akarsz velem egy fényképet? Látom, te szeretnél. Ez minden vágyom. Most nyom meg a gombot. Te nyom meg a gombot. Hát csak így... Szeretnéd velem tölteni a karácsonyt? Öröm. Meg kell találnom a nővéremet. Hát... Vége. De ez még csak a kezdet.